Sziasztok, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek. A Pocophone még 2018. augusztusában robbantott egy igen nagy bombát, ugyanis első telefonjukban nem csak az akkori csúcs hardvert pakolták bele pár kompromisszummal, de brutálisan jó árcédulát is aggattak rá, és pillanatok alatt elkapkolták őket itthon, illetve a távol-keleten egyaránt. Aztán egészen sokáig hallgattak, ültek a babéreikon és szórták a pénzüket, gondolom mindenféle luxus dolgokra, és amikor a pénz elfogyott, akkor idén februárban piacra dobták Indiában a Poco X2-t, júliusban az M2 Pro-t, és most szeptemberben a sima M2-t, viszont a világ többi része csak bámult, hogy nekik miért nem jut a jóból, és ekkor jött májusban egy Poco F2 Pro névre hallgató bivajerős készülék, baromi jó áron, és egészen szeptember 7-ig kellett várni egy fele annyiért elvihető középkategóriás telefonra tőlük, ami leginkább szerintem csak árában az, tudásában ugyanakkor nagyon ott van. Ez a Poco X3 NFC. Rögtön a megjelenés után egy akció keretén belül jutottam hozzá a telefonhoz, és EU-raktárból egy héten belül meg is érkezett hozzám kifogástalan állapotban. Alig bírtam magammal, hogy napközben ne bontsam ki a dobozt, mert mindenképpen fel akartam ugye venni magát a kicsomagolást, és ez végül kinkeservesen, de sikerült. Szóval a doboz maga egy nagyon egyszerű darab, a fekete és sárga színek jegyében pompázik, és amikor leemeltem a fedelét, nem a telefon, hanem egy papírdoboz fogadott, amely súlya eléggé nehéz volt, így gyanítottam, hogy nem csak olvasnivalót kapunk, hanem tettek bele pár ólomdarabot is, vagy inkább egy átlátszó és egyszerű szilikontokot. A doboz alatt viszont már magát a telefon találjuk, ami alatt pedig egy USB Type-C-s kábelt, illetve egy 33 wattos gyors töltőt, amivel nagyon megleptek, ugyanis sok esetben még flagshipekhez sem adnak ilyen töltőt, nemhogy egy ilyen olcsó telefonhoz. Elnézve a telefon specifikációit, még mielőtt megkaptam volna, valahogy olyan érzésem volt, hogy egy hatalmas féltéglát fogok kapni, ugyanis 16,5-szer, 7,5-szer, majdnem 10 centis méretekkel rendelkezik, és az aksia miatt eléggé nehéz is, több mint 200 gram. Ehhez képest, amikor készhez vettem, abszolút nem éreztem azt, hogy nagy lenne az én amúgy sem túl lapát kezeimhez. Kényelmesen át tudtam érni, és nehéznek sem éreztem. Ha megnézzük körbe a telefont, a jobb oldalán találjuk a hangerőszabályzót, alatta a ki- és bekapcsoló gombot, amely a telefon vastagságánál fogva akkora felülettel rendelkezik, hogy ide tették az új lenyomatolvasót, a balkezesek legnagyobb örömére. Alul találjuk az USB Type-C csatlakozót, egy jackben menetet és a stereo hangszóró egyik hangszóróját. A 33 wattos töltő után ez volt a következő dolog, amin majdnem leesett az állam. Bal oldalon a SIM tárca árválkodik, ahova vagy két nanoszimet, vagy egy SIM és egy microSD kártyát tehetünk. A telefon tetején pedig az zajszörű mikrofon mellett a Xiaomi telefonoknál gyakran megszokott infraportot is itt megkapjuk. A készülék egy 6,67 incses 1080x2400 pixel felbontású HDR10 támogatással rendelkező, de sajnos csak IPS LCD kijelzőt kapott, de még mielőtt elkezdenénk temetni, itt jött az újabb meglepetés, ugyanis a kijelző 120 Hz-es képfrissítést kapott, ami megint csak nem, hogy ebben a kategóriában, de még a prémium telefonok körében is ritkaság a mai napig, és ha ehhez hozzáveszünk azt, hogy a kijelző színei nagyon szépek, élénkek, a karakterek kellőképpen élesek, a 450 nites fénysűrűség bár nem túl sok, napozás közben is mindent látni fogunk rajta, akkor szerintem azon az apróságon túl is tudjuk magunkat tenni, hogy egyedül sötétben látszódik az, hogy nem AMOLED pannellal van dolgunk, de sötétben aludjunk vagy csináljunk mást. Körben a telefon alumínium borítást kapott, a kijelzőt pedig egy Gorilla Glass 5-ös üveg védi, pluszban még kapunk rá egy vékony fóliát is. A hátuljáról ez már sajnos nem mondható el, ugyanis a műanyagból készült, bár kétség kívül nagyon szép és elegáns üveghatást kelt, de azért valamilyen tokot mindenképpen tegyünk majd rá. Ez az első olyan középkategóriás telefon, melynek a belsejében már nem Snapdragon 730-as processzor dolgozik, hanem egy vadonatúj fejlesztés, vagyis a 8 nanométeres, 8 magas Snapdragon 732G-s lapka, amely sokkal jobb teljesítményre képes, mint az elődje, ez mind az Antutu tesztnél, mind a játékoknál vissza fog köszönni. A játékokhoz persze kell egy jó grafikus gyorsító is, ebből egy Adreno 618-est kapunk, és hogy a memóriára se legyen panaszunk, 6 GB-ot kapunk belőle a 64 GB vagy a 128 GB UFS 2.1-es tároló mellé. És ha már a hatalmas akkumulátorról beszéltem, ezzel sem spórolt a gyártó, ugyanis 5160 mAh-s aksit kapunk, amelyet egyrészt ez a processzor kevésbé fog meríteni, másrészt a melléket 33 wattos töltővel szinte pillanatok alatt fel tudjuk tölteni, ugyanis 0-50%-ra kb. Fél óra alatt felmegy, és további 40-45
45 perc kell még neki, hogy 100-at is elérje, viszont egy teljesen átlagos használat mellett akár még 2 nap üzemidő is kihozható belőle, ami manapság nem túl gyakori. A készülék oldalán lévő újranyomott olvasó is nagyon gyors és pontos volt, én megmerem kockáztatni, hogy még a csúcstelefonok kijelzővé épített olvasóját is veri gyorsaságban, egyetlen hátránya van ugye, amit már említettem korábban, hogyha a bal kézben fogjuk az eszközt, akkor igencsak ki kell tekerjük a kezünket ahhoz, hogy legalább a mutató ujjunkkal elérjük. A sztereó hangszólók minősége egyáltalán nem rossz, nyilván sok basszust azért nem várjunk tőle, de magas hangerőn nem torzít, nem recseg, és köszönhetően a vibromotoroknak például játék közben olyan érzésünk van, mintha a hang berezegtetné az egész készüléket, ami szerintem egy baromi jó játékélményt tud nyújtani. Szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Ma este péntek van, és akkor most már tényleg sniper elitezni fogunk. Adatkommunikációs téren kapunk egy dual channel-es Wi-Fi-t, Bluetooth 5.1-et, ami szintén egy kellemes meglepetés, illetve GPS-t, AGPS, GLONASS, BDS támogatással, valamint NFC-t, tehát ezzel a telefonnal is képesek leszünk majd érintésmentesen fizetni. A már említett infraportot is megkapjuk, rengeteg eszköz távirányítóját tudjuk ezzel ugye kiváltani, és még haba tortán, hogy FM rádió is van a készülékben. Szerencsére ez a készülék már Android 10-es operációs rendszerrel érkezett, MIUI 12-vel, ami a teszt készítettekor augusztusi biztonsági frissítéssel rendelkezett, és amiben szerencsére már elérhető az alkalmazásválasztó, sőt azon belül itt van lehetőségünk külön kategóriákra is bontani a feltelepített applikációinkat, mint például kommunikáció, szórakozás, játékok, hírek, fényképezés és eszközök. A beállításokban noha nem AMOLED kijelzőt kapunk, lehetőségünk van bekapcsolni a rendszer szintű sötét módot, a szemünket pedig tovább tudjuk kímélni az olvasó móddal, vagy a szintonus beállításával. A gesztusvezérlés itt is adott, tehát a képernyő oldaláról legyintve vissza tudunk lépni egyet, alulról felfele húzva a kezdő képernyőre jutunk, és ha alulról felfelé húzzuk és úgy tartjuk, akkor a megnyitott alkalmazások között tudunk böngészni vagy bezárni őket. Noha ezen a telefonon nem kapunk Bixby-hez hasonló funkciógombot, a szoftverben mégis lehetőség van gyors billentyűket beállítani különböző műveletekhez, mint például a kamera indítása, a zseblámpa bekapcsolása vagy a Google segéd hívása, amiket a home, a visszagomb vagy a hangerő gombok különböző hosszúságú megnyomásával tudunk elérni. Ugye nem notchot kapunk ezen a telefonon, hála a jó Istennek, a kis kamera kivágást ugyanúgy el tudjuk amúgy rejteni szoftveres módon, többféleképpen is, de szerintem annyira kevés helyet foglal el, hogy szinte fel sem tűnik. Mivel a fenti hangszóró mögött találunk egy egyszínű értesítési ledet, így lehetőségünk van ennek is módosítani a beállításait. Igaz, nekem csak töltés közben villant fel, amikor alkalmazás küldött értesítést, akkor valahogy nem akart felvillanni egyszer sem, de lehet, hogy csak én résztem el valamit, vagy állítottam be valamit rosszul. És alapvetően az egész rendszer amúgy gyorsnak tűnik, nem tapasztaltam semmiféle megakadást, laggot az alkalmazások használata indítása közben,
És részben persze ez köszönhető is a jól optimalizált szoftvernek, az erősebb CPU-nak, de ne felejtsük el azért a 120 Hz-es képernyőt sem, amivel szinte csak úgy siklanak a dolgok a képernyőn. Természetesen játszottam is a telefonnal egy keveset, először az Asphalt 8-at próbáltam ki, ahol szintén nem tapasztaltam semmiféle laggot, igaz a biztonság kedvéért médium beállításokon volt a készülék, de szerintem vitte volna a high-t is. Melegedést azért itt, illetve a Call of Duty Mobile-nál is tapasztaltam, noha a gyártó azt állította, hogy köszönhetően a folyékony hűtésnek minimális lesz a telefon hőkibocsátása a játék vagy erős igénybevétel közben. Ehhez képest azért érezhető volt szerintem a melegedés, de persze nem volt egyáltalán zavaró. Antutu benchmarkon a készülék több mint 277 ezer pontot kapott, ami nem csak magát a processzort dicséri, de ezzel együtt a telefont is a középkategória felső rétegébe helyezi, legalábbis szerintem. Kamerás fronton egy eddig nem szokványos elrendezést kapunk a készülék hátulján. Egy alul és felül lecsapott körben van elhelyezve a négy kamera, egy 64 megapixeles f1.9-es széles látószögű, egy 13 megapixeles f2.2-es ultraszéles látószögű és egy 2.2 megapixeles f2.4-es rekeszértékű makró, illetve mélységkamera, melyek mellé persze még egy dual LED-es villanót is kapunk. Az előlapi, az a selfie kamera egy 20 megapixeles f2.2 rekeszértékű széles látószögű lencse, amivel teljesen jó minőségű képeket tudunk készíteni, ráadásul HDR minőségben. Ha pedig videózni szeretnénk vele, akkor ezt megtehetjük 1080p-ben 30 fps-sel. A hátlapi kamerák azért ennél jóval érdekesebbek, hiszen közelre távolra is kifejezetten jó minőségű képeket tudunk készíteni. Persze, ha bele nagyítunk, azért nyilván láthatjuk, hogy nem túl részletgazdagok a fotók, de a dinamika tartományuk rendben van, a színek élethűek, és nincsenek túl szaturálva sem. Videós fronton képes 4K-ra 30 fps-sel, 1080p-re 30, illetve 120 fps-ben és 720p-ben pedig 960 fps-sel is tudunk rögzíteni, mindezekhez társul egy egészen jól működő elektronikus képstabilizálás is. A kamera szoftver maga teljesen könnyen kezelhető, funkciógazdag, többek között rövid videó, vlog, timelapse, éjszakai, lassított vagy akár klón funkciót is kiválaszthatunk a profi videó mellett, ha nem csak egyszerűen fotózni vagy videózni szeretnénk. Ilyen videót rögzít a Poco X3 1080p 30 fps-ben. És még lehet a zoomot is. Ez pedig 1080p és 60 fps, sokkal-sokkal egyenletesebb a mozgása. És a zoom itt is működik. És akkor a végére a 4K 30 fps. Összességében azt tudom mondani erről a telefonról, hogy ha lenne benne vezeték nélküli töltés, és éppen telefonvásárlás előtt állnék, akkor azért meggondolnám, hogy egy Galaxy S20-ast vegyek 200 sok ezer forintért, vagy ezt a telefon mindössze, kapaszkodjatok meg 68 ezer forintért, ugyanis leszámítva a Wi-Fi töltést és talán még a processzorok közötti különbséget, még az AMOLED kijelzőtől is eltekintenék, mert igazából használat közben nekem szinte fel sem tűnt a különbség, és attól függetlenül, hogy csak IP53-as fröccsenés elleni védettséget kapott, teljesen prémium telefon benyomását keltette, és nyugodtan merem ajánlani bárkinek ezt a telefont, aki kb. Ennyi pénzért keres, mert nagyon jó vétel. Azt még zárójelben azért megjegyezném, hogy itthon három kereskedés 91-99 ezer forintért is árulja a készüléket, de ha külföldről rendelitek, akkor 70 alatt is hozzá tudtok jutni. Szerintem a garancia miatt plusz 20-30 ezeret kifizetni nem igazán éri meg, de persze ez a ti döntésetek. Én ennyit szerettem volna mondani a Poco X3 NFC mobiltelefonról, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, illetve ha bármilyen kérdésetek, kommentetek lenne, azt megírhatjátok a videó alatt, Facebookon, vagy pedig a techbarat.hu weboldalon is. Maradjatok velem, hiszen hamarosan jövök újabb tesztekkel és élő játékokkal, addig is, sziasztok!